Idén először a Kossuth toborzó hétvégén ünnepelték a gerjementi vadásznapot is. Színes programokkal, solymás szarvasbőgés bemutatóval és főzőversennyel várták a kilátogatókat. És persze terítékkel is. Egy a rendezvény előtti éjszakán elejtett őszbak előtt tisztelettek a vadászok. Tisztelet a vadnak, üdv a vadásznak. Köszönöm szépen, hogy a lehetőséget. A vadászokat Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke is köszöntötte. Amikor jó pár évvel ezelőtt együtt elkezdtük a magyar vadászat becsületének a helyreállítását, és azt, hogy Magyarország újra vadászati nagyhatalom legyen, mindaz volt Hunor Magortól kezdve, Szent Imre hercegen át, Kittenberger Kálmán, Széchenyi Zsigmond, Fekete István, koráig is a 71-es vadászati világkiállításig, akkor bizony nagyon komoly nehézségekkel kellett szembenéznünk. Egy eszement, bürokratikus, vadászellenes fegyvertörvénnyel, egy elég döcögve menő, rossz kompromisszumokra épülő vadászati törvénnyel, és egy kifejezetten vadászellenes közhangulattal, ahol rengeteg sztereotípia és demagóg vadászellenesség határozta meg közbeszédet is, a közérzületet. Mi pedig a bocsánat, hogy élünk mentalitásában voltunk. Azóta nagyon sok eredményt értünk el, most csak két kézzel fogható dolgot említenék, az egyik az, hogy azért itt vagyunk a főtéren. A másik pedig, hogy Földi László barátom mindig komoly ember volt. Úgy is, mint tanár úr, úgy is, mint képviselő úr, de most azért vadászként, vadászvizsgát tett emberként, vadászruhában, igazán komoly ember. Első lépésként tehát meg kellett szüntetnünk a kifejezetten vadászellenes és vadászokat vegzáló értelmetlen bürokratikus törvényt a fegyvertartás tekintetében, is örömmel jelenthetem, hogy ma már nem kell minden fegyverhez külön megszerzési engedély, nincs már az az őrültség, hogy a fegyvert magunkkal kellett vinni például mondjuk egy étterembe vagy egy benzinkútra, mert nem hagyhattuk a lezárt csomagtartóba, megszüntettük azt a eszemet hülyeséget, hogy minden vadászfegyver 10 évente műszaki vizsgára kellett alávetni, hiszen ennek semmi értelme nem volt, ez nem olyan, mint egy autó. Ennek egyetlen értelme volt, hogy megsarcolják a vadászokat, és ráadásul egy komplett nap elment a Gyöngyszur utcába, mire ezen átestünk. Ezt most nagyon sokáig lehetne sorolni, hát olyanok voltak, hogy például a fegyverbolt nem reklámozhatott fegyvert. Ez körülbelül olyan, mintha egy cipőbolt nem reklámozhatott volna cipőt. Tehát ezeket megszüntettük, és itt szeretnék köszönetet mondani Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, akinek a segítsége nélkül ez nem történhetett volna meg. Második lépésként megalkottuk a vadászati törvényt, mégpedig egészen sajátos módon, tehát először Jámbor elnök úrral, mint kamara és védegylet kiküldtük minden vadásznak egy levelet, hogy mondják el minden vadásznak, hogy jogosultnak és hivatásos vadásznak, hogy mondják el, hogy ők mit tartanak fontosnak, mit látnak a legnagyobb problémának és milyen javaslataik vannak. Ugye könyvtárnyi levél jött be, ezt összeszerkesztettük, értelmes módon rendeztük, eldöntendő kérdés formájába föltettük a kérdéseket, újra kiküldtük, visszajöttek a válaszok, ennek alapján elkészült az a pozíció, ami egy jó vadászati törvénynek az alapját jelentette, majd a minisztérium Fazekas Sándor vezényletével, és itt szeretném Gulyás Andreának és Szabó Ferenc barátomnak megköszönni, Bitai Mártonnak, hogy összerakták ezt a törvényt, tervezetet kodifikálták, és az országgyűlés megszavazta, túlzás nélkül állítom, hogy Európa ebből következően a világ legjobb vadászati törvényét. Nem véletlen, hogy Bajorországtól Csehországon át Szerbiáig itt voltak a agrárminiszterek, a vadászszövetségek elnökei, és veszik át azokat a megoldásokat, amiket mi csináltunk. Amikor annak idején bejelentettem, hogy 20 évre emeljük a haszonbérleti időszakot, hiszen ha egy szarvasbika golyóéretté válása 10, 11, 12 év, akkor hogy lehet 10 év alatt vadgazdálkodást folytatni? Tehát az arasson, aki vetett. Következésképpen sikerült elérni a 20 évet, ami elsősorban a magyar vadállomány védelme szempontjából fontos.
Sikerült megőrizni, hogy 3000 hektár alá ne lehessen menni, hiszen ha az alá menne a terület, akkor az átmenő vadat lőnék le, következésképpen vadgazdálkodás lehetetlen lenne. Fontos dolog volt, az elfiatalodás miatt, számbelileg rendben vagyunk a vadállomány, nagy vadállomány számát tekintve, de az elfiatalodás miatt szükséges volt a mínuszpontoknak a visszaállítása. És sorolhatnám azt, hogy hány észszerű lépést tettünk, minek következtében tized annyi jogvita van, mint 10 évvel ezelőtt volt. És látszik, hogy a törvény működik a vadállomány védelmében és a magyar vadászat javára. És most a következő feladat, ami előttünk áll, az a vadászati világkiállítás. Ugye, szimbolikusan nézem, két fénykora van a magyar vadászatnak, két csúcspontja. Az egyik gróf Károly Lajosnak a Tótmegyere két háború között. Nem véletlen egyébként, hogy a gróf Károly Józseffel, tehát az ő unokáját neveztük ki a vadászati világkiállítás kormánybiztosának, a másik pedig az 1971-es vadászati világkiállítás, ahova akkor időben, amelyeként diplomáciailag is egy komoly tett volt, Franz József Strauss-tól Leonid Brezhnevig mindenki itt volt. Ezért fontosanak tisztázása, ez nem egy politikai esemény, hanem a magyar vadgazdálkodás és a magyar vadászatnak a bemutatása. Ezért a 71-es kiállításnak az 50. évfordulóján egy soha nem látott nagyszabású vadászati világkiállítást rendezünk. A kormány nem fukarkodik anyagiak tekintetében sem. A CIC, tehát a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanácsot anyagilag is kistafíroztuk, hogy a szakmai protektorátusát vállalja el nemzetközi szinten a világkiállításnak. A Hung Expo nem is tudom, hogy hány milliárdot kapott arra, hogy olyan állapotban legyen, ami méltó a vadászati világkiállításhoz. Ráadásnak összekapcsoltuk az eucharisztikus világkongresszussal, ami 20-ba lesz, az Hung Expo-nak a teljes átépítését, a közlekedés megoldását is így tovább. Lázár Vilmos barátunkon keresztül a lovasport, hiszen össze lesz kapcsolva ugyanúgy, mint 71-ben a lovas fogadhajtó és díjugrató világbajnokságokkal. A másik kulcsfontosságú helyszín az állatkert, ahol Persányi Miklós úr vezetésével 25 milliárdot adtunk az állatkertnek arra, hogy a világkiállításra Európa legmodernebb állatkertjének kell lenni, ahol nem rácsok vannak, hanem az valódi életterében tudjuk bemutatni a különböző faunákat, a szavannától, az őserdőn át, a jégmezők világáig. Természetesen szót ejtett a vadászat gasztronómiában elfoglalt fontos szerepéről is. Lehetséges, hogy sok ember idegenkedik a vadászattól. De olyan ember nagyon kevés van, aki az őszpörköltől idegenkedik. Ezért az ország egész területén, a Bocuse-d'Oron keresztül a legmagasabb gasztronómiától, a kisfaluban lévő vaddisznópörköltig óriási gasztronómia lesz, és a magyar boroknak a bemutatása. Mert ezáltal meg tudjuk értetni szinte ösztönösen a magyar társadalommal, hogy ahhoz, hogy őszpörköltet egyen, előtte kell egy magyar vadász, aki elejti ezt az őzbakot, és kell az a magyar vadgazdálkodás, ami lehetővé teszi az őzállománynak a létét. A vadásznapon a 10 éves Gerjementi Vadásztársaság elnöke is köszöntötte a kilátogatókat. A 10 év ugye az viszonylagos, hogy most nagy idő vagy nem nagy idő, egy tiszavirág életének egy örökkévalóság is lenne ez a 10 év, ugyanakkor a tölgyerdők fáinak, ami között a szeretett hobbinkat űzzük, azoknak viszont egy talán egy évszaknyi időszak a 10 év. Számunkra, a szövetség számára úgy gondolom, hogy inkább a kettő között félúton lévő állapotot jelenti ez a 10 év. Azt jelenti, hogy a gyerekcipőt körülbelül már elvetettük, de még messze vagyunk attól, hogy igazán azt mondhassuk, hogy készen vagyunk, és elvégeztük, ami miatt létrejöttünk. Mindvégig azt szerint dolgoztunk, ami miatt létrejöttünk. Többek között a leginkább egy ilyen rendezvény jelzi azt, hogy miért is jöttünk létre. Ugyanis itt azon túl, hogy a tagszervezeteink tagjai, a velünk együtt vadászók ünnepelhetnek egyet az év során egy napot, azon túl igyekszünk a vadászokon kívülállók számára is egy olyan lehetőséget nyújtani, és egy olyan arcunkat mutatni, amivel közelebb kerülhetnek a vadászathoz, a vadászokhoz. Igazából a mai rendezvényen, amikor készülődtünk és a szervezés munkáit végeztük, akkor egy picit kis testvérként éreztük magunkat, és nagyon
örültünk a lehetőségnek, hogy a nagy testvér a 22. alkalommal megrendezett Kossuth napok keretében tudunk mi is megmutatkozni. Nem egy rossz kis testvérszerep volt ez számunkra, sokkal inkább egy jó kis testvérszerep. Nagyon sok segítséget kaptunk nagyon jó iránymutatásokat, hogy mit és hogyan érdemes és célszerű ebben a városi környezetben nekünk csinálni. Ugyanakkor általában kisebb településeken, vagy vadászházak környékén, vagy valamilyen külső helyszínen tartottunk rendezvényt. Ahhoz képest most itt egy viszonylag nagyobb város főterén kaptunk lehetőséget. Ez számunkra felelősséget is jelentett a szervezés során, de ezt jól megoldották, remélem, a szervezésben résztvevők. De a város polgármestere Takács László is részt vett a programon. Nagyon örömmel köszöntöm Önöket Cegléd legrangosabb ünnepének zárónapján. Köszöntöm Önöket akkor, amikor Kossuth Lajos ceglédi toborzó beszéde okán emlékezik és ünnepel városunk. Ezekben a napokban tisztelgünk történelmünk egyik legnagyobb alakja előtt, és tisztelgünk a jelenkor legnagyszerűbb helyi polgárai előtt is, hiszen a hagyományoknak megfelelően tegnap átadtuk a város díszpolgára kitüntető címet is. Köszönöm, hogy Önök pedig kitüntették városunkat azzal, hogy ebben a számunkra fontos ünnepi időszakban a jubileumi 10. Gerjementi vadásznap házigazdájának is vallhatjuk magunkat. Tudom, hogy a térség vadászainak, a környék társaságainak szintén az esztendő egyik legfontosabb napja a Gerjementi vadásznap. Máshogy ver a szív, mikor megszólal a vadászkürt. Büszkén száll a szó, amikor a teríték ceremónián a vadásztársak tisztelettel beszélnek a vadelejtés körülményeiről. A vadászok közössége mellett az agrárgazdálkodók és természetvédők érdekeit is szem előtt tartóan működő, a vadászati kultúrában és a vadgazdálkodásban is példamutató gerjementi vadászati közösségek jubileumi ünnepségét ezzel tisztelettel megnyitom. Az eseményen díjakat és kitüntetéseket is átadtak. Sok kiváló vadász, szakember, támogató között például Boldocki Pál is elismerést vehetett át. De solymokkal is találkozhattak a rendezvénynek látogatók, és persze hallhattak is érdekességeket ezekről a csodálatos madarakról. Most vettem elő nem régen, úgyhogy most már tegnap már fogadt egy üregi nyulat. Most már dolgozik. A résztvevőknek főzőversenyt is hirdettek, melyen finomabbnál finomabb vadakból készült ételekkel neveztek. Erdei gombás, vadragúleves fog készülni, ami őszből lesz, és a különböző összetételekből, ami még egyelőre titok, és remélem, hogy a vadászok mellé föl tudunk sorakozni. Honnan érkeztek az alapanyagok, mennyire saját, idézőbe termés? Kérlek szépen, ezt a polgármester úrtól kaptuk a húst, és reggel szedte ezt a friss gombát, és ebből lesznek itt a finomságok. Mennyire kerül otthon asztalra vadétel? Mennyire kihívás most ezt elkészíteni? Azt tudjuk, hogy nagyon finom, de nem egyszerű. Akinek alapanyaga van, az dolgozik vele. Én nagyon sokat szoktam vele dolgozni. Ilyen körökben mozgok, barátaim ezekben vannak, és innentől kezdve sokszor szoktam elkészíteni. A megmérettetést végül meg is nyerte a ceglédiek őzragúja. Köszönjük szépen!